Ezek a felvételek tavaly júniusban készültek, közel egy évvel ezelőtt hatalmas égeső sújtott több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést. A vihar nem kímélt állatot, növényt és ingatlant sem, Rozsájon szinte nem volt olyan ház, amelynek tetőszerkezete éppen maradt volna. Még mindig akadnak olyan ingatlanok, amelyek tetőszerkezete sérült, de a legtöbb ingatlant és önkormányzati épületet már felújították. Az összefogásáról és önfenntartásáról is híres Rozsájra érkezett kedden a köztársasági elnök. Áder Jánost a település polgármestere köszöntötte, majd a művelődési házban a helyi közösségi élet meghatározó szereplőivel értekezett az elnök. Ott többen arról kérdezték, lesz-e valamilyen kormányzati segítség a jégeső után. Egyre gyakrabban vannak olyan természeti katasztrófák, amelyek egyre súlyosabb károkat eredményeznek akár közintézményekben, akár magánépületekben. És hallhattuk azt, hogy részben a szegénység okán, részben talán a figyelmetlenség okán nagyon sok ingatlan nem volt biztosítva. De ahol biztosítva volt, ott is a biztosító nem térítette meg a teljes kárt, hanem volt, ahol csak a 18-20%-a térült meg a kárnak, ami őszintén szóval nem egy jó arány. Tehát nyilván nagyon sokan elégedetlenek voltak a biztosítónak a tevékenységével, és ez felveti azt a gondolatot, hogy na akkor hogyan lehetne változtatni azon a helyzeten, hogyan lehetne egy olyan, most hadd mondjam így, hadd nevezem így, de még ez nagyon távoli ötlet, egy kicsit szakemberekkel végig kell gondolnunk, egy olyan katasztrófa alapot létrehozni, ami ezekre a helyzetekre az ország minden szegletébe megoldást nyújthat, mert az biztos, hogy a biztosítók továbbra sem fogják kifizetni a kár teljes egészét, ez a gyakorlat ez nem nagyon fog változni, az is biztos, hogy egyre több természeti katasztrófával kell számolnunk, és az is biztos, hogy ezek az emberek valamiféle segítségre, állami segítségre szorulnak, hiszen az önkormányzatoknak sosem lesz annyi pénze, hogy érdemi segítséget tudjanak nyújtani, örülnek, hogyha a saját kárukat valamilyen módon orvosolni tudják. Tehát ezen én majd néhány kollégával és néhány ehhez ért emberrel elkezdünk gondolkodni, hogy hátra tudunk valami épeszű megoldást találni erre a problémára, hogy hosszú távon, ha mondom visszamenőleg nem is, de hosszabb távon a jövőre nézve valamilyen megoldást ez jelentsen. A köztársasági elnök azért látogatott el Rozsájra, hogy megnézze az önfenntartó községet és személyes jelenlétével hívja fel a figyelmet a rozsái program példaértékére. Áder János a helyi gazdák és a közfoglalkoztatottak munkáját is láthatta. Ezen az önkormányzati földön többek között hagymát és epret is termesztenek. Az önkormányzat rendelkezik 60 és 100 közt is értésállományán, de attól függ, hogy mennyi a szaporat és mennyi a vágás. Önkormányzatok van 16 lova, ez az állatállományra. Földterülete az 100 hektáron gazdálkodik körülbelül. Ennek egy részét start, mint a program keretében művel, a másik részét pedig saját erőből használja föl. Ezeken minden egyes olyan termény megtermel, amire szükség van a helyi gazdaságnak, hogy lélegezzen, hogy éljen, hogy működjön. A köztársasági elnök Rozsáj gyümölcsfeldolgozó üzemében is járt, valamint megtekintette a falu lakossági terményraktárát és a rozsáji jóléti boltot is.